Sok szeretettel köszöntöm Önöket, partnereinket a Hungaro Control remote fogadásán. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást az idei rendhagyó virtuális eseményünkre. Társaságunk egyik legfontosabb éves rendezvényének célja mindig is az volt, hogy megünnepeljük a jól működő szakmai és üzleti partnerségeket, illetve a közös sikereket. Idén sem szerettem volna elmulasztani, hogy megköszönjem az elmúlt egy év munkáját. Bár a koronavírus járvány hatására jelentősen megváltozott körülöttünk a világ, úgy hiszem, ezek a szilárd partneri kapcsolatok kiállták, és a jövőben is kiállják majd a ránk váró próbatételeket. 2020-ban egy új fejezet nyílt a Hungaro Control életében is, míg a mögöttünk lévő évtizedet a tervszerű tudatos építkezés jellemezte, most arra kell összpontosítanunk, hogy megőrizzük a korábban elért eredményeinket, és ezekre építve folytathassuk a megkezdett munkát. Az elmúlt évek partnertalálkozói rendre elhangzott az az megállapítás, hogy az európai légiforgalmi szolgáltatókra, köztük a Hungaro Controlra is, komoly terhet ró az egyre növekvő forgalom, és hogy ezekre a kihívásokra mielőbb hatékony megoldást kell találnunk. Ezzel szemben ma a rekord alacsony gépmozgás jelenti számunkra a legnagyobb kihívást, hiszen ilyen körülmények közepette is szinten kell tartanunk irányítóink képességeit, és garantálni kell a legmagasabb fokú repülésbiztonságot. Mostanra mindenki számára világossá vált az is, hogy a légiközlekedés a globális járványhelyzet egyik legnagyobb kárvallottja. Ez jól látszik az iparág tavalyi gazdasági teljesítményében is, amely szinte egyenes arányban áll a forgalmi volumennel. A koronavírus járvány hatására 2020 tavaszán soha nem látott mélypontra zuhant a Hungaro Control által kezelt forgalom, és a társaság életében először egy januári nap bizonyult az év legforgalmasabb napjának, amikor is 2227 gép biztonságos repülését segítette a légiforgalmi szakszemélyzetünk. Tavaly több mint 57%-kal esett vissza a társaság által kezelt gépek száma a 2019-es adatokhoz képest. Így irányítóink és repüléstájékoztatóink összesen 488.150 gép biztonságos közlekedését szavatolták. A magyar légtérben 2020-ban összesen 424.508 járat közlekedett, ebből az átrepülő gépek száma kevesebb, mint 330.000 volt, a Budapest-Liszt-Ferenci nemzetközi repülőtér érkező és induló forgalma még az 50.000-et sem érte el, míg a nem ellenőrzött légtérben közlekedő kisgépek száma kis hián elérte azt. A koszovói magas légtérben pedig közel 64.000 járat biztonságos közlekedését támogatták a Hungaro Control szakemberei, ami a 2019-es forgalom 45%-át teszi ki. A járványhelyzet nem csak a légiforgalom számaiban mutatkozott meg, hanem társaságunk gazdálkodásában és mindennapi működésében is jelentősen érzékeltette hatását. Egyszerre kellett megfelelnünk több, egy ilyen válságos időben egyenként is komoly kihívást jelentő elvárásnak, alaptevékenységünk folyamatos zavartalan ellátásának, munkatársaink munkahelyi egészségvédelmének, az elmúlt évek során kivívott stratégiai pozíciónk megőrzésének, és a működésünkhöz szükséges stabil pénzügyi háttér biztosításának. Büszke vagyok arra, hogy a pandémiás védekezésben a járvány kezdetén nagyon gyorsan és sikeresen tudott reagálni a szervezet. Már a pandémia kezdetén átszerveztük az alaptevékenységünket, és egy speciális működési struktúrát hoztunk létre. Több európai szolgáltatóhoz hasonlóan a Hungaro Controlnál is teljesen átalakult az irányító, és a műszaki, valamint a létesítményüzemeltető szolgálatok munkarendje a vírussal való megfertőződés kockázatának mérséklése érdekében. Az előbbieknél három, az utóbbi két szolgálatnál pedig két egymástól elszigetelt csoportos működést vezettünk be a koronavírus járvány első hulláma idején. A munkavállalók egészségének védelme nem korlátozódott kizárólag a légiforgalmi műszaki és létesítményüzemeltetési szakszemélyzetre, azokban a munkakörökben, ahol a feladatok távolról is elláthatók, otthoni munkavégzést rendeltünk el. Majd a védekezés részeként a nyár folyamán minden munkavállalóra kiterjedő koronavírus szűrést hajtottunk végre. Társaságunk pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a pandémia kezdetétől folyamatos figyelmet fordítunk a likviditás menedzsmentre,
valamint az elkövetkező évek beruházásainak körültekintő ütemezésére, és számos olyan intézkedést tettünk, amely a likviditási helyzetünk javításához járult hozzá. A szakma gazdasági terheiből a Hungarokontroll is vállalta rá első részt, költségeink a 2019. éviekhez képest nem növekedtek, a 2020-ra tervezett többletköltéseket pedig zömmel elhalasztottuk. Ugyanakkor megküzdöttünk azért, hogy a szakma 76 éves szabályai ebben a különleges helyzetben is érvényesülni tudjanak, így a Hungarokontrollt megillető díjbevételekhez, ha időben eltolva is, de hozzájussunk, még megfeszítetten dolgozunk azon, hogy a 2020. évről szóló beszámolónk is pontosan ezt a képet mutathassa, amely szerint tehát pénzügyi veszteségeink jelentősek, de az eredményességünk nem szenvedett jelentős csorbát. Ebben a helyzetben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi válsághelyzetre ne radikális csökkentéssel, hanem áthidaló pénzügyi megoldásokkal reagáljunk. Szerencsére a 2020-as év nem csak a drámai forgalomcsökkenés és az arra adott reakció kidolgozása, majd implementáció miatt válhat emlékezetessé számunkra, hanem mindazon fejlesztéseknek köszönhetően is, amelyekkel a Hungarokontroll tavaly is növelte a hazai légiközlekedés biztonságát, és igyekszik megfelelni az aktuális iparági kihívásoknak. Ebből a szempontból kiemelkedő eredmény, hogy 2020. január 30-tól megújult a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér közelkörzeti légtere, amely ezáltal jobban megfelel a forgalmi igényeknek és a repülésbiztonsági követelményeknek is. Az új közelkörzeti légtér bevezetésének eredményeként egyszerűsödtek az indulási és érkezési eljárások, 15%-kal rövidültek az érkezési nyomvonalak, ezáltal pedig csökken a járatok környezeti terhelése is. Az említetteken túl lehetővé vált a rugalmas polgári katonai légtérfelhasználás, és társaságunk bevezető irányítói számára egy sokkal áttekinthetőbb rendszer áll rendelkezésre. Ugyancsak említést érdemel, hogy tavaly októberben elindult a Hungarokontroll egyik legnagyobb, fél éven át tartó fejlesztési projektje, amelynek keretében 2021. április 15-ig megújítjuk a léginavigációs és hangkommunikációs rendszereinket. Ezzel pedig továbbra is Európa egyik legkorszerűbb irányító központját tudhatjuk majd magunkénak. A fejlesztés során nem csak az említett rendszerek hardvereit korszerűsítjük, hanem felújítjuk a légiforgalmi irányítók munkaállomásait, illetve a pihenőszobákat is. A beruházásnak köszönhetően 55 munkaállomás újul meg, amelyek ezáltal ülő és álló munkavégzésre egyaránt alkalmasak lesznek, több mint 500 km vezetéket és több ezer hardverelemet cserélnek ki a szakembereink, francia partnerünk a Thales munkatársaival közösen. Szeretném tájékoztatni Önöket arról is, hogy 2020. december 31-én hatályba lépett a pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésére vonatkozó hazai jogszabály. Ezzel együtt a Hungarokontroll elérhetővé tette az Airsis-szel közösen fejlesztett My Drone Space mobil applikációját, amely a jövőben hatékonyan segíti a drónpilóták minél alaposabb felkészülését a szabályos drónreptetésekre, és támogatja a felhasználók helyzettudatosságát. A My Drone Space segítségével a drónpilóták egyszerűen juthatnak hozzá a biztonságos repüléshez szükséges naprakész információkhoz, azonnal láthatóvá válnak számukra a légtérkorlátozások, valamint a környezetükben zajló többi dróntrevékenységről is értesülhetnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy vállalatunk törekvései és az elmúlt években elért innovációs eredményeink az iparági szereplők és a szakmai szervezetek számára is jól láthatóak. Ezt igazolja az is, hogy tavaly a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az év közlekedési vállalata díjban részesítette a Hungarokontrollt a légiközlekedés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani ezért a díjért, amely valamennyi kollégám áldozatos munkáját elismeri. Egyszer s mint fontos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy mind az alaptevékenységünk ellátásában, mind pedig az innovációban jó úton járunk. Ugyanígy köszönet illeti az Európai Minőségügyi Szervezetet, akik 2020 őszén a Hungarokontroll ötlete nyomán bevezetett dél-kelet-európai szabad légtér használati eljárásért, az úgynevezett CFRA-ért, minőségi innovációs díjjal jutalmazta vállalatunkat.
Európa legnagyobb országokon átívelő összefüggő szabad légterében 2019. november 7-e óta korlátozások nélkül a legrövidebb útvonalon repülhetnek a járatok Bulgária, Románia és Magyarország fölött. A CIFRA-val kapcsolatban aktualitásról is be tudok számolni. Idén január 28-ával új taggal bővültünk, köszöntjük körünkben Szlovákiát és az LPS-t. Úgy gondolom, a koronavírus járványa a fémjelzett 2020-as év mindenki számára sok nem várt helyzetet, bizonytalanságot hozott, de talán akkor cselekszünk igazán bölcsen, ha a nehézségek közepette is az új lehetőségekre, a közös fejlődésre fókuszálunk. Hiszek abban, hogy partnereinkkel egymásra támaszkodva, egymás segítve jó válaszokat tudunk találni a válság kezelésére. A Hungarokontroll nevében szeretném biztosítani Önöket a támogatásunkról és a mindenkor konstruktív hozzáállásunkról, illetve ugyanezt kérjük Önöktől is. Köszönöm a figyelmüket, és a tavainál jóval gyümölcsözőbb, sikerekben bővelkedő évet kívánok!